A pécsi szemétszállítás is leállt. Ezt a telefonos videót osztották meg a hulladékszállítók a csütörtök hajnalban indult sztrájkról. Béremelést akarnak a dolgozók, ezért nem vették fel a munkát. Délután 2-kor pedig a polgármester is találkozott a sztrájkolókkal, akik átadták követelésüket az Eperfás utcai telephelyen. Előtte a városvezető baloldal közleményt adott ki, amiben elítélik a sztrájkot, sokalják a 80%-os béremelési igényt, és a kormányt hibáztatják. Erről a közleményről, illetve a helyzetről beszélt az ÖPE politikusa stábunknak. Péterfi Attiláig folyamatosan a kormányra mutogatnak, mindeközben itt ők maguk a hatalomra kerülésük óta szinte két kézzel szórják a pénzt barátoknak, haveroknak, megemelt cégvezetői fizetéseknek, új biztosok, tanácsnokok számára, és amit ő sokkal, hogy 80%-ot követelnek a hulladékszállítás területén dolgozók, azt ő maga olykor még jelentősen túl is haladta, mikor lecserélte az adott cégvezetőt, sokszor még 100-200%-os emelést is adott az ő hozzá közel álló Holdudvarban dolgozóknak. Perényi Zoltán szerint a baloldali városvezetés felelőtlen magatartása juttatta kilátástalan helyzetbe az önkormányzati cégeknél dolgozókat. Most éppen a hulladékszállításban dolgozók sztrájkolnak, de más területen is elégedetlenek, mondja a politikus. Szerinte kigazdálkodható a tiltakozók béremelési igénye. A 350-et szeretnének, ez éves szinten annak a 90-100 embernek bőven abban az adminisztratív költségben, ha csak az ő általuk visszarendeződnének a 19-es állapotra, cégvezetőkben, bérekben, stb. Ennek fedezete, most ez erősen becslés, de bőven meg lehet, hiszen az összeg, amivel a pécsieknek többe kerül Péterfi Attiláék városi adminisztrációja, az már bőven a 500 milliárdot meghaladja évente. Csütörtök hajnalban 91 dolgozó tagadta meg a munkát a hulladékszállítási cégnél. Információink szerint pénteken 2 órakor újra tárgyalnak majd a követelésekről a felek. Pestiek elkezdték, pécsiek folytatják.